Március 16-ától ez a látvány megszűnik az általános és középiskolákban. A kormány döntése értelmében a diákok hétfőtől nem az iskolában, hanem otthon tanulnak. A tananyagot digitális formában, tehát az internet segítségével kapják meg a tanáraiktól. Az országos döntéshez a helyi önkormányzatoknak is alkalmazkodniuk kellett. Balatonfüreden is korlátozásokról döntöttek, ami érinti az óvodákat, a bölcsödét és a kulturális intézményeket is. Azt a döntést hoztuk, hogy az óvodák és a bölcsőde tekintetében hétfőtől, március 16-ától csak kiscsoportos ügyeleti rendszerben fognak ezek az intézmények működni. Határozottan megkérünk minden szülőt, hogy ne hozza gyermekét az intézményekbe, csak akkor, hogyha nem tudja megoldani az otthoni felügyeletét, ellátását. Az intézményben dolgozók minden segítséget és minden információt meg fognak adni. Az a cél, hogy a lehető legminimálisabbra kell csökkenteni a személyes találkozásokat. Meg fogjuk nézni, hogy mennyien fognak élni ezzel a lehetőséggel. Szeretném felhívni a figyelmét mindenkinek arra, hogy csak indokolt esetben hozzák a gyerekeiket bölcsödébe és a városi fenntartású óvodákba. Ezeket vizsgálni is fogjuk. A könyvtár, mint közösségi tér, az megszűnik. Indokolt esetben csak bizonyos alapszolgáltatási kölcsönzési lehetőségeket fogunk fenntartani. A Füredkultnál ugyanez fog történni, és a polgársági hivatalban pedig csak indokolt esetben és előre történő bejelentés alapján tudunk ügyfeleket fogadni. Folyamatosan elemezzük a helyzetet. Lehet, hogy már holnap vagy holnap után egész más szabályokat kell bevezetni. Nézzük a kormány döntését, figyelemmel kísérjük a kormányzati ajánlásokat. Egyelőre ezeket az intézkedéseket terveztük. Aki nem viszi gyermekét óvodába vagy bölcsödébe, ott a hiányzást természetesen igazoltnak tekintik. Balatonfüreden egyelőre nem találtak koronavírussal fertőzött beteget. Az előbb hallott intézkedések a vírus terjedésének megelőzése érdekében születtek.